Csátélyai Díszítőművészeti Szakkör 1963-ban alakult meg, 37 fő volt akkor a tag létszáma. A Csátélyára betelepített székely hagyományokat visszük tovább, illetve azoknak a mintakincseit dolgozzuk fel. A székelyek által, a bukovinai székelyek Istensegítségből behozott minták alapján dolgozunk. Készítünk lakástextiliákat, viseletet, használati tárgyakat, templomi textiliákat, és ezekkel a művekkel, pályamunkákkal pályázunk a különböző pályázatokra, az országos textiles pályázatokra. Legelőször is úgy történtek ezek a mintagyűjtések, hogy házról házra mentek a szakkör tagjai és az emberek által, illetve székelyek által elhozott textiliákról, párnavégekről, párnákról, terítőkről kockáspapírral lerajzolták a mintákat, és ezeket a mintákat használták fel a különböző textiliáknak az elkészítéséhez. A mintakincsek közül a legjellemzőek, úgy mondom, a kakastaréos, a granátalmás, a csillagos, a tányíros minta, a tulipán minta, tehát ezeket használjuk föl általában a pályamunkákhoz, illetve a textiliákhoz. Használati tárgyakat is készítünk, ugye modernebb világot élünk már, a dossziékat, ceruzatartókat, neszeszereket, táskákat, bevásárolszatyrokat is készítünk, amit fel tudunk használni. Könyvjelzőket például a gyerekek által, könyvjelzőket készítünk, mivel 2013 óta elindult az ifjúsági szakkörünk, és a Csátélyai Általános Iskolából jönnek a gyerekek, lányok, sőt volt fiunk is, aki nagyon ügyesen hímzett, és ők is az országos pályázatokon elég szép eredményeket értek el, első helytől kezdve második, harmadik különdíjat, minden második évbe kerül megrendezésre ez a verseny, és mindig hoztunk valami díjat el. Az idén került megrendezésre a 19. textiles országos pályázat, ahol szakkörünk az előkelő első díjat nyert el a szakmai zsűri bírálata alapján. Itt két pályamunkával, illetve két garnitúrával pályáztunk. A Csátélyai Katolikus templomnak készítettünk egy garnitúrát zöld színnel, ami nem a megszokott zöld szín volt, amit eddig felhasználtunk, hanem egy új szín. És úgy látszik, nem csak nekünk nyert el a tetszésünket, hanem a zsűrinek is, és a Bajai Református Egyháznak is készítettünk egy garnitúrát, ott is a szín, a kék és a zöld variációjával, tehát a színekkel játszottunk tulajdonképpen, és jól sikerült, mert tényleg szép kézmunkák készültek. Az ifjúsági pályázaton a 14. vándorlegény pályázaton az ifjúsági kategóriában Gulyhanna második helyezést ért el a regionális pályázaton, most pedig pénteken 14-én fogják kihirdetni az országos pályázat eredményét. Arról még nem tudunk, hogy milyen eredményt értünk el, de bízunk benne, hogy onnan is sikere tér haza a kislány. A legjellegzetesebb minták, amit ugye említettem, a gránátalma, azt választottuk a pólónkra is, mert tehát az az egyik legkedvesebben, vagy legtöbbet használt motívum, meg a székely tulipán, és ezért gondoltuk, mivel székely hímzéseket készítünk, székely szálánvarót, zsinórvarásra, ezért tehát ezt tettük a pólónkra. Van még egy, a két pólónk, arra pedig a székely tulipánt terveztük, és azt tettük rá. Takácsvászorra hímzünk, tehát ezt a Szentesi Takástól rendeljük meg az anyagot, ami hát elég húzós, hogy úgy mondjam, de boltokban nem igazán lehet kapni, tehát úgy kell megrendeljük a takácstól.
a fonalla gyöngy fonalla perlével hímzünk, ami hát egy-egy párnához vagy egy-egy terítőhöz rengeteg motrin kell, és tehát az is árba azért már igen, hogy mondjam, nem az megterhelő, az ember szívesen csinálja, tehát megveszi, meg költ rá, de rengeteg munka van benne. És hát szívesen csináljuk, legalábbis én, de úgy mondhatom, hogy a csapatom többi tagja is, mert megnyugtat, hogyha az ember ezt csinálja, neki áll varni, akkor megszűnik körülötte, hogy úgy mondjam, az élet, akkor csak erre koncentrálunk, mert itt tehát passzolni kell mindennek, nem lehet, mint a szabadrajzosnál is, hogy körülbelül ma jó lesz, majd kijavítom, itt vagy passzol, vagy nem, tehát vagy összeérünk, vagy nem. Úgyhogy figyelmet, koncentrációt igényel, és tehát nyugodtnak kell lenni, hogy tehát meg tudjuk ezt csinálni. Most is a textiles konferenciára az egyházi terítőknél ugye az úrasztal terítője is jóval nagyobb volt, mint amennyi szélesen tudnak a takácsok szőni, így a kettő felét úgy kellett összedolgozni, és az is egy külön hímzés technikát igényelt, meg hát egy külön dísze magának a terítőnek, mert az is egy minta tulajdonképpen. És azért ezt összehozni nem kicsi munka volt, tehát úgy, hogy passzoljon mindenhol. Nem sok mintánk van, mind, tehát régi papírokból, mintákból dolgozunk. Az interneten nem sokat találunk, ami örökséget ránk hagytak azokból a régi mintákból, meg hogyha esetleg, ha az ember Erdélybe megy kirándulni, hogy ott hal el valami antikváriumba mintát, akkor mindjárt rácsapunk és ugye elhozzuk, hogy legyen. És azt ugye fénymásoljuk, meg abból dolgozunk, mintákat tervezünk, és tehát így gyűjtjük össze tulajdonképpen a mintákat. Mi? 2015 óta varok folyamatosan, vagy hát aktív tagja vagyok a szakkörnek. Én gyerekként is vartam, az anyukám szakkörtag volt, úgyhogy megtanultuk tőle, meg jártam még az Erzsi nénnek a szakkörjére is, ilyen 7-es, 6-os koromban. És hát így az embert megnyugtatja idegileg, teljesen kikapcsol, és akkor csak erre tud figyelni, mert ha nem figyelünk rá, akkor elrontjuk. Úgyhogy természetesen, és ez kikapcsol. Én éjszakánként nem tudtam aludni, és akkor én általában most is este varok. 8-9 órakor kezdek el varni, és akkor 11-ig, fél 12-ig varok. És hát szeretem csinálni, leköt, élvezettel csinálja az ember, készíti ezeket a szemészet dolgokat, mikor mihez van kedve. És akkor beszélnék a székely népviseletről. Ez 2018-ban a Bonyhádi Szövetség indított egy ilyen tanfolyamot, vagy hogy hát a székely szedettinggel kezdtük, és akkor én is eljártam, megtanultam a szedettingvarást, és akkor ez folyamatosan ment a rokolyavarással, az következő évben, 19-ben, akkor megtanultuk a karinca, a kötényvarás, és hát volt mellény is, a lajbi varás, de az nekem még nincs kész, nem készült el. Sajnos még ott a szekrényben, de készülök rá, hogy majd elkészül. Csak az a baj, őszintén, hogy mindig nől az ember, és akkor ez mire kész a szabás minta, addigra ugye már megint kicsi lett. Úgyhogy nincs még kész. Ez is hát egy vászon anyag, nincs benne műszál, és ez úgy van varva, ahogy régen varták. Nem volt még akkor endlizőgép, hogy csak oda-vissza varásra volt, csak egyenesen lehetett vele varni, és akkor ez olyan technikával van készítve, ez az autentikus varás, hogy ahogy régen készítették, úgy készítettük ezt a ringet. Ez a minta, hát ez egy, azt hiszem, Isten segítsi mintasz, asztallábas, és akkor hát az ujjára, másik mintát, oda szélesebb mintát szoktak tenni, a innek a nyakára pedig keskenyebbet.